Zöld pipa, a telefonon rendben van a vakcina igazolása, ennek a fiatalnak indulhat is a reptérre. Az Európai Bizottság korábban készült videóján azt mutatták be, hogyan működik majd az uniós digitális zöld igazolás, amely a közösségen belül lehetőséget ad a szabad utazásra, elkerülve a tesztelési vagy a karantén kötelezettséget. Az igazolás adatait például ezeken a luxemburgi szervereken tárolják majd, július 1-től pedig már minden uniós állampolgár használhatja, miután az Európai Parlament és az Európai Tanács egyességre jutott a részletekről. A digitálisan vagy akár papír alapon is kérhető igazolást az kapja meg, akit beoltottak, nemrég negatív tesztje volt, vagy meggyógyult a betegségből. A tagállamoknak automatikusan el kell fogadniuk az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinákat. Ezek jelenleg a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen. Az uniós tagállamok közül csak Magyarországon oltanak más vakcinákkal is. Az igazolást megkaphatják azok is, akiket Sinopharmmal vagy Sputnik V-vel oltottak, de hogy ezeket elfogadják-e, a tagállamokon múlik. Ezért utazás előtt érdemes tájékozódni, ezt javasolja az eurológus brüsszeli tudósítója. A dolgon egyszerűsítene az, hogyha a Sputniknak, vagy a Sputniknak van arra esély, lenne EMA-s jóváhagyása, de hát ott még júniusra a gyárlátogatás van előirányozva az EMA-nál. Tehát, hogy abból mikorra lesz tényleges jóváhagyás, azt most így szinte lehetetlen megjósolni. Az előzetes tájékozódás azért is fontos, mert a tagállamok arról is dönthetnek, hogy ragaszkodnak-e a második oltáshoz, vagy már az első után is elengedik a tesztelési és a karantén kötelezettséget. Azért pedig, hogy ne érje hátrány azokat, akik nem oltatták be magukat, egy 100 millió eurós keretet biztosítanak, hogy ingyen lehessen tesztelni az utazókat. A magyarok utazási kedve töretlen a Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint. Biztos, hogy a tavalyi nyári szezonhoz hasonlóan idén is egy nagyon erős nyári szezon lesz belföldön is. Elsősorban, ami a Balatont és a tavaink vidékét illeti, vagy vidékeit. De hát nagyon bízunk abban, hogy azért a külföldi utazások is itt a nyár folyamán minél inkább megindulnak. Bakó Balázs szerint az utazási kedvet már az a kormányrendelet is jelentősen javította, amely eltörölte a karantént a hazatérő magyaroknak, de a kétoldalú megállapodások miatt is nőnek a külföldi foglalások. A szövetség szerint a hazai árak a tavalyi emelkedés után érdemben nem fognak változni. A külföldi nyaralások ára a forint árfolyama miatt lehet magasabb.